Koncertre megyünk, és ezért. Miért? Hogy miért? Miért? Miért pont erre jöttünk, hogy kíváncsi? Hát, mert ez volt a legrövidebb út a két pont között, és ezért arra gondoltunk, hogy erre jövünk. Mert a koncertre? Mert ott szerepelünk most. Miért? Hát, mert elhívtak minket. Miért hívtak el? Azért, mert tagjai vagyunk egy kórusnak, és hát ez kötelezettségekkel jár. Miért jár? Miért? Hát, te vagy tagja valamilyen, például a Z Plus TV-nek, nem? Nem? Akkor nem tudom neked ezt így elmagyarázni. Majd próbáld ki egyszer. Miért vagy tagja egy kórusnak? Mert már régóta foglalkozom zenével, és ez önkézenfekvőnek tűnik. Miért foglalkozol régóta? Mert kiskoromban ez érdekelt a legjobban. Miért érdekelt ez kiskoromban a legjobban? Hát nem tudom, mások a focit rúgdosták, én ezzel foglalkoztam. De miért? Hát ez jutott nekem, nem tudom. Miért ez jutott neked? Miért nem a foci? Nem tudom, még hányszor fogod megkérdezni, hogy miért? Szüleid esetleg? Szüleim? Nem, ez én döntésem volt. Miért szereted a zenét? Nem tudom, tényleg nem tudom megmondani. Miért nem tudod? Hát nem tudom. És ez most olyan játék, hogy meg fogjátok kérdezni 20-szor, hogy miért? Hogy... Nem. Ezt most miért kérdez? Mérges vagy? Nem vagyok mérges, nem erről van szó, csak nem furcsa, hogy más nem kérdezzel, csak azt, hogy miért. Hát így is el tudok jutni A-ból B-be. Jó, egyébként... Miért? Hát, hogy miért vagy mérges? Nem vagyok mérges. Most ideges lettél, miért vagy ideges? Ideges. Most miért lettél ideges? Nem vagyok ideges. Ideges vagyok. Úgy tűnik, mi kezdtél bepöccenni. Nem hiszem. Kaptad a vizet? Igen. Bepöccenti? Hát... Gerjedtél? Igen. Miért? Nem tudom. Milyen típus vagy? Nem hiszem. Akkor most miért? Hát nem tudom, csak azt kérdezitek, hogy miért, akkor nem tudunk társalogni. Kép próbáltam, hogy miért szereted a zenét. Ja jó, hát... Miért szereted a zenét? Te szereted a zenét? Te miért szereted? Én miért szeretem? Nem tudom ezt megmondani neked. Mert? Miért nem tudod? Hát, mert ezen még így nem gondolkoztam el, hogy miért szeretem a zenét. Hát miért szereti az ember? Miért szereti? Miért szereti az ember? Nem tudom. Talán nem tudom megmondani. És milyen koncert lesz ez? Most? Hát ilyen templomi koncert. Miért? Templomi. Miért? Nem szabadtéri. Hát, mert ez egy... hogy mondjam? Szóval ez egy vesperás lesz, nem tudom, ez mit jelent neked? Vesperás? És ott énekelünk. Mert? Hát, mert hívtak. Tudod, meséltem már, hogy hívtak minket. Mert egy kórusnak a tagjai vagyunk, és ezért énekelünk. Az oké, de miért szereted a zenét? Tehát ez talán a legfontosabb része ennek az interjúnak, hogy miért? Hogy miért? Hát ezt most nem tudom neked, de most hogy miért szeretem a zenét? Hát régóta ezzel foglalkozom, és megkedveltem. És megint kezdesz begerjedni, miért? Én? Nem hiszem, nem kezdek berágni, csak nem tudom, olyan furcsa ez a helyzet. Mert? Hát, mert már harmadszorra kérdezem neki, hogy miért szeretem a zenét, és... Miért furcsa ez a helyzet? Hát nem tudom. Hát, nem tudom. Mit mondjak még? Miért? Mit miért? Most megint miért? Miért szereted a zenét? Miért szeretem? Régóta ezzel foglalkozom azért. És megkedveltem.